Menjünk tovább. Diósgyőrt kellett volna megtalálni a kiutat a hullámvölgyből a Zalaegerszegnek. Hát nem egy egyszerű történet Diósgyőrön győzni, ráadásul a csapatot a mérkőzés előtt mindössze egy pont választotta a tabellán. Érdekes módon a 12. fordulóig mindössze 3 diósgyőri játékos szerzett gólt. Ráadásul közülük Tisza Tibor nem léphetett pályára a Zalaegerszeg ellen, így adódott a kérdés, ki fog betalálni a kapuba a miskolciaknál. A Horváth Feriben mindig benne van a gól, ő biztos, hogy veszélyes lesz kapura, de nagyon örülnék neki a középpályás sorunkból a Sipeki Pista, a Pintér és a Vitelki hármasból legalább az egyik betalálna. Tisza Tibor jójósnak bizonyult, hiszen a meccs előtt az est valamennyi gólszerzőjét eltalálta. Horváth mellett ezúttal Sipeki kapott helyet a hazai csatársorban, aki a meccs előtt lecserélte a stoplisát, és mint később kiderült, szerencsét hozott neki ez a cipőcsere. A találkozót Vitelki életerős bombája vezette be, Varga kapus csak másodjára tudta megfogni a labdát. Maradt támadásban a hazai együttes a 27. percben Vámosi lövése tornát kapta meg a zalaegerszegi kapust. 2 perccel később Vitelkitől indult az akció, Hallgas pöckölése viszont elgurult a kapu előtt. Majd következett a 33. perc és egy vitatott szituáció, Horváth és Sebők találkozásakor a hazaiak csatára elesett, Szabó játékvezető pedig 11-est ítélt. Én úgy érzem, egyértelműen nem volt 11-es, mert én voltam pozíció előnyben, a Feri mögülem jött, és szerintem ő az, aki az én lábamba elesett. Tehát abszolút nem volt az én részemről olyan kontakt, ami 11-est ért volna, úgyhogy szerintem ez egy óriási hiba volt a játékvezetőtől. 11-es az, amit a bíró megítél, és Horváth Ferenc gólra is váltotta a büntetőt. A diósgyőriek csatára már a 6. találatát szerezte a szezonban. A bajnokság előtt 10-et ígért az egész idényre, lehet, hogy már az ősszel összejön ez neki. A második félidő is diósgyőri helyzettel indult. Pintér lövését kellett kitornászni a léc alól Varga kapusnak. A 62. percig kellett várni az első vendéghelyzetre, ekkor a csereként beállt Gyorovics lőtte veszélyesen kapura a labdát. A 70. percben szépségdíjas gólt láthatott a diósgyőri publikum. Vitelki kapott labdát a bal szélen, csinált egy visszacsert, majd a hosszú sarokba emelte a labdát. 2-0. Annak idején Vince Otto lőtt hasonló gólt a Grasshoppersnek, még a Fradi színeiben. A találkozó már ekkor eldőlt, bár a hazai játékosok továbbra is tűz alatt tartották a kaput. Vámosi szabadrúgását még sikerült kiöklözni a Vargának, a 84. percben viszont már tehetetlen volt Sipeki pattogós lövésével szemben. Az élvonal egyik legalacsonyabb játékosa mesterien csavart a bal sarokba. Megérte hát cipőt cserélni a meccs előtt, mint ahogy a diósgyőri szurkolóknak is megérte kilátogatni a stadionba, hiszen a csapatuk megérdemelt győzelmet aratott. Szerintem nem játszott olyan rosszul a mezőnyben az Zalaegerszeg, csak elesetnek a lehetőségeket kihasználtunk. Érkeztünk kapu elé, lövéseink jól sültek el, mert Vitelki Zolynak is a lövése az is szép volt, meg elesetnek az enyém is. Úgy gondolom, hogy a mai mérkőzés bebizonyította azt, hogy ez a csapat sokkal többre képes. És ma mindenképpen mindenki láthatta azt, hogy ma egy csapat volt a pályán. Pajkos Jánossal már 3. győzelmét aratta a Diósgyőr, míg a Zalaegerszeg zsinórban negyedszer szenvedett vereséget.